Az acélipar sajátos törékenységét hivatott bemutatni a Vas Akarat című tárlat. A 16. Dunai Városi Acélszobrász Alkotótelep kiállítása egy meghatározó szimpózium. A Dunaver Art Alapítvány közreműködésével létrejövő jelenlegi tárlaton 4 művész mutatkozott be. Baranyai Éva építészként Magyarország első tervezett városának, azaz Dunai Városnak a rajzát vette alapul az Utópia nevet viselő installációjához, amit hangokkal és fényekkel egészített ki. Ennek az installációnak az a címe, hogy Utópia, és hajlított, élhajlított és hengerített vaslemezekből készítettem 5 darab formát, ami a természetes és a mesterséges kontúroknak a harcát jelképezi. Tehát ez úgy kezdődött, hogy én elkezdtem rajzolni Dunaújvárosnak a madártávlata fölé, Dunaújvárosnak a térképe fölé. Egyébként nekem építész a foglalkozásom, én építészet mellett foglalkozom szobrászattal. Melkovics Tamás a klasszikus szobrászat művelője, tradicionális technikákkal alkot. A 2 bemutatott szobor története 2019-ig nyúlik vissza. Alkotásai nem végleges kompozíciók, ezzel is egyfajta fluid rendszert láttatva. Tulajdonképpen ezek kísérletek a klasszikus szobrászati nyelvezetnek a mai környezetbe való adaptálására. Itt egy nagyon fontos része a történetnek az, hogy modulokból épülnek fel az alkotások. Ezek nem fix, végleges kompozíciók, nem statikusak, hanem minden egyes alkalommal újra rendeződnek, és tulajdonképpen ennek a fluid rendszernek a segítségével sokkal gyorsabban tudok kifejezni dolgokat, sokkal gyorsabban tudok létrehozni a térben olyan alakzatokat, amik kapcsolódnak véleményem szerint ez a szobrászati hagyományhoz. Pályázaton kívül nyert Simon Zsuzsi, aki installációjával a munkásnők helyzetét szeretné bemutatni a férfiorientált közegben. Fotóval és videóval dolgozik, szocioaktivista vonalat képviselve hosszú kutató munka során megtanult hegeszteni, így helyezkedett bele a vasgyári dolgozónők szerepébe. Főleg fotóval meg videóval dolgozom a művészetemben, és emiatt úgy jelentkeztem, hogy igazából én a munkásnőkkel szeretnék foglalkozni a gyárban. Szóval inkább egy ilyen szocioaktivista vonalat szerettem volna képviselni, és főleg az érdekelt, hogy így ebben a borzasztóan férfi központú, meg férforientált vasműben, Dunaferben hogyan boldogulnak azok a nők, akik tulajdonképpen fizikai munkával foglalkoznak. A kiállítás kifejezni hivatott a kemény acél törékenységét, a vasgyári alkalmazottak és dolgozók helyzetét. A tárlat másik különlegessége, hogy mesterséges intelligencia által generált narrációval és hozzátartozó videóval foglalták össze az üzenetet, ezzel is mélyítve és különlegessé téve a vasszobrászat szépségét és tűnékenységét.